Már jelentkezhetnek azok az idősek, akiknek segítségre van szükségük bevásárlásnál, gyógyszerkiváltásnál vagy éppen kutyasétáltatásnál Szekszárdon. A városban több ezer 70 éven felüli él, rájuk különösen veszélyes a koronavírus. Az önkormányzatnál ezért önkéntesekkel segítenék azt, hogyha lehet, az idősek ne hagyják el az otthonaikat. Ők a 74-es körzet 679-000-as telefonszámon regisztrálhatnak. Azoknak ajánljuk fel elsősorban természetesen az idősebb korosztályból, akiknek valamilyen okból nincs hozzátartozójuk, vagy éppen szomszédjuk, hanem teljesen egyedül vannak, hiszen mindenki mást arra kérek, ha lehet, akkor családon belül, ismerősökön keresztül oldja ezt meg. Ehhez kapcsolódik a gyógyszerkiváltáshoz például az, hogy szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor csak gyógyszerkiváltással használják a gyógyszertárakat, hiszen sokan most piperet cuccokat vásárolnak, szerintem nem itt van most az ideje. Nem csak időseket, önkéntesnek jelentkező fiatalokat is vár az önkormányzat. Náluk a feltétel csak az, hogy 18 éven felüliek legyenek és ne legyenek betegek. Ezt kikérdezéses módszerrel szűrik majd a szakemberek. A szám felhívása után csak az önkéntesnek jelentkező nevét, lakcímét, telefonszámát és egy e-mail címet, valamint azt kell megadni, hogy milyen területen szeretne segíteni a fiatal. Ők az önkéntes@szekszárd.hu e-mail címmel jelentkezhetnek. Az önkéntesek fényképes igazolványt kapnak, az önkormányzatnál így akarják kiszűrni az esetleges visszaéléseket. Szekszárdon ezzel együtt az idősek étkeztetését is megszervezték, a hét valamennyi napján ugyanis kiszállítást biztosít nekik a város. Azt akarjuk mindenképpen elérni, most függetlenül, hogy egészségesnek például kell lenni az önkéntesnek. Érintkezés nem lesz köztük, hanem tulajdonképpen majd úgy cserél gazdát ad pénz és a termék, mondjuk, hogy nem találkoznak egymással. A szolgáltatás nyújtó és a szolgáltatás igénybevő. Emellett Ács Rezső azt is kéri, hogy a kisgyermekes családok ne használják csoportosan a játszótereket, mert azzal is nő a fertőzés veszélye.